Sziasztok! A mai videóban egy látványos frizuraváltás következik. Tőlem szokatlan módon most egy férfi hajvágást láthattok. Bemutatom nektek Attilát, a férjemet, akit nem láttatok még videóban, mert ő az operatőröm, illetve a vágásban segítkezik nekem. Sziasztok, üdv mindenkinek! Igen, egy icipicit furcsa is ezen az oldalon ülni, de hát ki kell próbálni ezt is, mint minden mást. A mai napon tényleg megrövidítjük egy picit a hajkoronámat, egészen rövidre vesszük ezt. Pont úgy, mint ahogy másfél éve volt körülbelül, igaz? Akkor volt utoljára, amikor hozzányúltunk, és azóta egy picikét növesztettük, egészen a mai napig. Azt elmondod nekünk, hogy miért növesztetted meg a hajad? Bevallom őszintén, igen, rockstar akartam lenni. Apropó rockstárkodás. Kevesen tudják rólam, 15-16 éves koromban volt egy igazi rockbandánk, és én akkor doboltam a zenekarba, és úgy gondoltam, hogy mindenképp meg kell növesztenem a hajamat, de nem jártam akkora sikerrel, mint most, mert akkor kb. Felére tudtam csak megnöveszteni, és akkor feladtam a dolgot. Most viszont kitartó voltam, és másfél évig növesztettem a hajamat. Egész hosszúra sikerült, de a mai napra elfogyott az energiám ebben. Kicsit meguntam, hogy állandóan gumizom, hogy össze-vissza áll, és ápolgatni kell, foglalkozni vele, úgyhogy most a mai nappal befejeztük. Másfél év volt ez. Másfél év. Mikor vágtuk utoljára? 2016. december legelején vágtuk utoljára. Akkor mentünk a Mikulás rallira. Igen, és ott hosszú volt a szakállad, nagyon röhelyesen nézett ki. Nagyon kosutos, meg is jegyezték mások, igen. Egyébként látni fogjátok az előtte-utána képeken, hogy körülbelül hány centimétert tud nőni ez idő alatt a haj, sőt, majd megismérjük egy vonalzóval vagy egy centivel, hogy mennyit vágok le a legalsó tincsből, ugye az a leghitelesebb, hiszen az körülbelül ilyen fél centiméterről indult. Azt kell tudni, hogy nagyon látványos változás ment végbe ez alatt a másfél év alatt, és erre mindenki képes. Sokszor mondják, hogy nem tudom megnöveszteni a hajamat, nem nő meg tovább, de igen, megnő mindenki, csak megfelelően vigyázni kell rá, úgy, ahogy Ati is tette az elmúlt másfél évben, itt amióta már összefogható hosszúságú a haja, kért tőlem tanácsot, hogy mit csináljon vele, hogy könnyebb legyen kezelni, és milyen tanácsot adtam. Igen, ez idő alatt megtanultam, hogy vizes fejjel például nem megyünk ágyékóba, előtte mindig megszárítjuk a hajunkat. Aztán a gumizást mondtad, hogy ne törje meg a hajat, tehát arra figyelni kell, és hajmosás után mindig balzsamoztam, és akkor tök jó tudtam fésülni, meg olyan könnyű volt és jó volt. Viszont ha tényleg hosszúra akarja valaki növeszteni a haját, akkor vigyázni kell rá. Azt hiszem vigyáztam, de elérkezett a mai nap, amikor megválok a hajamtól, úgyhogy visszaállítjuk az eredeti világrendet, és másfél évvel korábbi önmagamat visszakapjuk. Te is, én is. Én ezt nem bánom egy kicsit sem egyébként. Tudni kell, hogy akármennyire is bosszantott az, ahogy kinézett néha-néha ez a hajnövesztés folyamata alatt. Most az elmúlt 2-3 napban, amióta arról beszéltünk, hogy na, vágjuk le, azóta én megpróbáltam egy kicsit lebeszélni róla, mert egy kicsit félek tőle, hogy rosszul fog neki esni, hogy újra teljesen rövid a haja, pedig mennyit dolgozott, vagy nem is tudom, nem szenvedtél érte? Na hát annyira nem, igen. Igaziból éjjel-nappal tudtam növeszteni, úgyhogy nem csináltam semmit, bármit ehettem, bárhogy mozogtam, vagy nem mozogtam, és egyszerűen ő nőtt magától, igen. Na jó, hát figyelj, vágjunk bele, ha biztos vagy benne. Legyen így, vágjunk bele. Tartsatok velünk!
Zsi. Lássuk hány centi a ti haja. Az igen. 27. És ez még csak a hajam? De hogy ez nagyon furcsa, mert alapvetően elvileg havonta 1 cm nő a hajunk. Jó esetben mondjuk 1,2-3 cm. De hogy a 27 centi, ez nagyon sok. Ebben is jó vagyok. Újra itt. Na, hogy tetszik? Én nem bírom nem nézni és nem vigyorogni rá, mert annyival jobban tetszik, mint a hosszú, hogy ez elmondhatatlan. Hát igen, kész vagyunk a rég várt, várva várt, általam várva várt hajvágással. Én meg akartam is, meg nem is. Most viszont már látom megint a különbséget, úgyhogy azt gondolom, jobb így. Bár teszem hozzá, hogy egyszer mindenkinek, ha van lehetősége, próbálja ki, hogy megnöveszti a haját. Fiúk, hajrá, kitartás, és ha tényleg lehet, akkor növesszétek egyszer. Egyszer, többet nem. Szerintem maradjon rövid. Növesszetek. Rövid. Hosszú. Ugye többet nem növeszted meg. Ígérd most is meg. Növesztem. Most is. És éppen növesztem. Köszön, minden pillanatban. Írjátok meg esetleg kommentben, ha van kedvetek, hogy melyik volt a jobb. De egy valaki legalább írja azt, hogy a hosszú. Mennyit fizetsz érte? Egy pizzát. Futás. Sziasztok! Köszönöm, megnéztétek, szavaztok, hello!